Minden tizedik gyermek koraszülött szülött hazánkban, és ez a statisztika szabolcs megyére is jellemző. Évente mintegy 450 újszülött igényel koraszülött intenzív ellátást a József András Oktató Kórházban. Vendégem a témával kapcsolatosan a Megyei Kórházok és Egyetemi Oktató Kórház gyermekosztályáról dr. Dicső Ferenc osztályvezető főorvos. Köszöntöm a stúdióban. Üdvözlök mindenkit. Nem először találkozunk már a téma kapcsán, még ha csak ezt a műsort tekintem, akkor sem, és e, aktualitását a mai beszélgetésnek pedig éppen az adja, hogy világnapja is van a koraszülötteknek. Mióta? Hát ez nagyon régen van, ez e, kb. 15-20 éve van. Magyarországon ezt az elmúlt 5-10 évben e, kezdtük ünnepelni, de a világnap az már, az már egy régi hagyomány, és ehhez mi is csatlakozunk, és az utóbbi néhány évben ez ma már egy országos jellegű mozgalom, mindenhol, ahol koraszülötteket látnak el, általában ezek a városok csatlakoznak ehhez a mozgalmakhoz, és különböző rendezvényekkel próbálják fölhívni a figyelmét a koraszülötteknek az ellátására, a koraszülöttek gyógyítására, és hát nem utolsó sorban az ott dolgozó, Munkatársaknak az áldozatos munkájára. Mert azért ez egy óriási nagy teher az ott dolgozó orvosok számára is. Ilyenkor, hogyha van a világnap, a világnap kapcsán különböző programok és rendezvények is, valóban azok is találkoznak a témával, akik egyébként nem érintettek a hétköznapokban. Hogyan tudnak egyáltalán kapcsolatot létesíteni, van-e erre szükség, tehát van-e segítségre szükség, vagy az, hogy a kommunikációnak ilyenfajta következményei legyenek? Abszolút szükség van, és én azt gondolom, hogy a nyitott kórház koncepció az, az elkövetkezendőben, az egy nagyon fontos feladat, hogy meg tudjuk ismertetni az érintettekkel, hogy egy betegség, egy betegség kapcsán milyen problémák hárulnak a betegre, milyen problémák hárulnak a szülőkre, és milyen problémák hárulnak a családra, és a tágabb környezetére a családnak is. A koroszövetség ebből a szempontból egy nagyon összetett feladat, ami már elkezdődik a megszületés után. Ezeket a pici babákat inkubátorban kell ápolnunk, de ugyanakkor, hogy elkülönítjük saját érdekükben, a hőháztartás és egyéb fiziológiai, élettani paramétereiknek a megőrzése érdekében a környezetüktől, ugyanakkor szükségük van a szülőre is. És mi igyekszünk már az első élet órákban ezt a lehetőséget megteremteni a pici babák számára, és megpróbáljuk mind az édesanyával, mind pedig az édesapával az úgynevezett bőrkontaktust létrehozni, tehát az első órákban is már az édesanyja melkasára helyezzük a, a babákat, vagy az édesapára, aki vállalkozik, és hát lehetővé tesszük, hogy látogatni lehessen ezeket a pici babákat, amikor éppen a szülők ráérnek. Körülbelül egy hete váltunk nyitott, koraszölt, intenzív, részleggé ellátó helyért, mert a látogatás idő az 0-24 órában van, tehát ha az a dolgozik este 8 óráig, akkor ő nyugodtan be tud jönni a családhoz, az édesanyához és a gyermekhez, és őt meg tudja ott látogatni. Az a statisztika, amit itt a felvezetőben ismertettem, ugye az egy hazai átlagot mutat, amit követ, lekövet a megyei átlag is, de hogyha például tekintjük a környező országokat, vajon velük összehasonlítva egyáltalán nem tudom, léteznek-e ilyen adatok ismeretesek-e, ott is hasonlóan alakulnak a koraszülések? A koraszülésnek a gyakorisága az, az, északi országokban az lényegesen alacsonyabb, ott néhány százalék, egy-két százalék. Hogyha Németország, Anglia tájékára evezünk, akkor kb. 5-6 százalék körül, sajnos itt nálunk ez, ez, ez ilyen magas. De eh, annak ellenére, hogy ilyen sok baba születik, eh, nem kell szégyen küznünk sem országos szinten, sem nekünk itt megyei szinten, mert eh, a túlélési eh, arányok és a minőségi túlélési eh, százalékok azok hasonlóak a nemzetközi eh, átlagokhoz viszonyítottan. Tehát ma ugyanolyan jó eséllyel tud egy, egy kilós baba ellátást kapni Nyíregyházán, vagy Szombathelyen, vagy Miskolcon, vagy Budapesten, vagy Debrecenben, mert ezek hál' Istennek, ezek az újszölt intenzív osztályok egységes szemlélet alapján működnek, egységes protokollokat használunk általában, és így a gyógyulási esély az, az, az ország bármelyik részén egyformában a tekintetben. Ez mióta van így, hogy ilyen magas fokú a segítségnyújtás, és hogy ilyen biztonsággal Tudják mondani azt, hogy igen, tudunk segíteni. Hát ez a, ez a 2000-es évek vége felé indult egy nagy program, ami először csak a Budapesten kívüli területekre koncentrálódott, majd ezt követően a budapesti területekre is amikor egy nagyon hát, nagy volumenű Európai Uniós pályázat kapcsán sikerült felszerelni a koraszölt intenzív ellátó egységeket nagyon modern lélegeztetőgépekkel, inkubátorokkal, monitorokkal, és hát természetesen az ehhez az ellátáshoz szükséges gyógyszerek is ma olyan mértékben rendelkezésre állnak, mint akár Bécsben, vagy akár Londonban, vagy akár Párizsban. Meddig mondhatjuk azt, hogy egy baba koraszülött, tehát hány hetes kort, amíg eléri? Hát ugye a nomenklatúra szerint a koraszülött az, aki a 37. terhességi hét előtt születik, és a 24. hét terhességi hét után születik. Illetve hát van olyan is, aki 22. héten születik meg, és életjelenséget mutat. Ő is koraszülött. Na most nyilván, hogy ebben a széles tartományban más-más ellátást igényelnek. Tehát egy ilyen 35-37 terhességi hétre született koraszülöttnek az ellátása az közel sem olyan intenzív, közel sem olyan izgalmas, közel sem olyan eseménydús, mint mondjuk aki a 24. terhességi héten születik meg a várható kimenetele is lényegesen jobb, aki 30. héten születik, mint aki 24. héten születik. Sőt, az esetleges szövődményeknek az előfordulási gyakorisága és a kisebb születési idővel rendelkező babáknál magasabb. És hát a veszteség is, amit el kell ismerni, hogy van még ma ilyen is, tehát akiket nem tudunk életben tartani, ők is ebből a, ebből a korcsoportból kerülnek ki általában. Az ilyen 750 g-alatti kolaszülötteknek kb. a 20%-át nem nagyon tudjuk életben tartani. Mennyire lehet megelőzésről beszélni ezen a területen? Hát ez nagyon-nagyon fontos kérdés. A kolaszülöttség maga azt szokta mondani a szakma, hogy egy sok összetevős, multifaktoriális probléma amiben környezeti tényezőktől kezdve genetikai adottságok, fejlődési rendellenességek, már az édesanyja nemi szerveinél lévő fejlődési rendellenességek, és hát ami a legnagyobb százalékot teszi ki, az a, az úgynevezett urogenitális, tehát a húgyuti és a hüvei fertőzésekből adódó folyamat, amikor a húgycsőnyílás környékéről, a hüvelyből, kórokozók vándorolnak fel a mély nyakcsatornáján keresztül a magzat burokhoz, és ott hoznak létre egy lassú gyulladást, és ez meggyengíti, én nagyon egyszerűsítve mondom ezt a folyamatot, a magzat burkot, az megrepedés akkor beindul a koraszülés. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos az, hogy a várandóság alatt nagyon szigorú, és megfelelő szabályok által alkalmazott higién viszonyokat próbáljunk alkalmazni, ezzel nagyon sok ilyen koraszülést meg lehetne előzni. Hát úgy gondolom, hogy ha ez alap tud lenni egy kis baba várásakor, egy ö, családnál, ha tudatosan úgy oda tudnak figyelni, akkor talán ez valóban nem egy bonyolult dolognak tűnő ö, tézis ebben az esetben. Én köszönöm szépen a beszélgetést, és kitartó munkát, szép munkát kívánok Önöknek. Köszönjük szépen munkatársaim nevében is.